Újabb állomásához érkezett az a programsorozat, mely a depresszió felismerését és az ebből kialakuló öngyilkossági szándékok és befejezett események visszaszorítását célozza. Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedek negatív tendenciája megállt, a nemzetközi összehasonlításban Magyarország, míg a hazai összehasonlításban Torna megye, a statisztikák hátsó harmadában szerepel. Az országos adatok alapján 1656 befejezett öngyilkosság volt, ebből Torna megyére 38 eset 2018-ban. A legfontosabb, mondják a szakemberek, hogy a depressziós betegek minél előbb szakorvoshoz kerülhessenek. A beteg kerüljön szakorvoshoz. Ehhez persze az kell, hogy legyen elég szakorvos, másrészt pedig az, hogy a beteg legyen elég tájékozott arra vonatkozóan, hogy ez betegség, ami kezelhető. Először a háziorvoshoz mennek. A háziorvosnak is kell annyi tudásnak lenni, hogy ezt fölismerje, és akár elkezdje kezelni a depressziót. Az kifejezetten ritka, hogy valaki úgy lesz öngyilkos, hogy nem lesz depressziós, vagy nincs pszichiátriai betegsége, mondják a szakértők. A felnőtt lakosság körülbelül 4-5%-a minden nap súlyos, kezelést igénylő depresszióban szenved. Ez egy picit kevesebb, mint a cukorbetegség, meg egy picit kevesebb, mint a magas vérnyomás. De összehasonlítva az előzőekkel, a depressziót nem veszik súlyának megfelelően komolyan. Ezért fontos a társadalmi és szakmai érzékenyítés, mert segítség nélkül ez a probléma nem orvosolható.